Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács augusztus 16-ai Hétközben című magazin műsorát látják. Elhunyt a város örökös krónikása, Bauer József, 77 éves volt. Bauer József tőzsgyökeres mohácsi, a Városvédő és Városszépítő Egyesület tagja 1959-ben készítette első fotóját. 1962-től fotózta a város fejlődését, eseményeit, a városlakókat, prominens személyeket. Fotóit újságokban, kiállításokon egyaránt láthattuk. 1993-ban városunk 900 éves fennállásának tiszteletére egy 30 képes leporellót adott ki. 2004-ben kiállítást rendeztek a fényképeiből, amelyeken keresztül a régi Mohács elfeledett vagy éppen újjáépített, felújított épületeit, utcáit, tereit fedezhettük fel. 2012. augusztus 20-án érdemes munkája elismeréséül Szekó József polgármestertől a Mohácsváros tisztelete jeléül díjat vehette át. Temetése augusztus 18-án pénteken lesz. Rövid képes ajánlónk következik. Termőföldtől az asztalig, egy éves lett a Mohácsi Kosár bevásárló közösség. Néptáncfesztivál, államalapítás, csatai forduló, lovagi zarándoklat, augusztusi program előzetes. Augusztus 1-ével személyi változások a Mohácsi plébánián. A múlt vasárnapi misén mutatkozott be az új káplán, Berec Tibor atya. Változások a kézilabda szakosztály életében, július 1-től új szakosztályvezető segíti a lányok munkáját. Termőföldtől az asztalig. Talán ez lehetne annak a tevékenységnek a meghatározása, amelyet egy-egy úgynevezett bevásárló vagy kosárközösség önkéntes alapon végez. De mi is az a kosárközösség? A bevásárló közösségek lényege, hogy a termelők, a vásárlók egy önkéntes csapat közreműködésével szervezik meg a helyben termelt élelmiszerek eljuttatását a gazdától a fogyasztóig. Az országban számos ilyen közösség létezik sikeresen, ezekről példát véve városunkban is megalakult a Mohácsi Kosár Bevásárló Közösség éppen egy éve 2022. augusztusában. A környezettudatos vásárlás fő pillérei között a rövid ellátási lánc, a csomagolási hulladék csökkentése, az ökológiai lábnyom mérséklése, a helyben vagy közelben termelt termények, termékek vásárlása, a helyi gazdálkodók erősítései szerepel. Mindezt biztosítják a bevásárló vagy kosárközösségek a városban élők számára. Az országban számos ilyen önkéntes alapon működő közösség létezik, amely összehozza a vásárlók igényeit a helyi termelők kínálatával. Szerencsére már városunkban is csatlakozhatunk kosárközösséghez, amely éppen most ünnepli megalakulásának első évfordulóját. Elmúlt évben augusztus az első hetében indult az első kosár átadónap, és hát azóta több mint 50 átadónapot éltünk meg. Ez azt jelenti, hogy helyi termelőket hozunk össze a vásárlőket, ők garantáltan helyi, illetve környékbeli termelők, tehát nem nagybaniról vagy nem felvásárlótól jönnek az áruk, és ezeket a vevők egy internetes felületen tudják megrendelni, és akkor mi ezt, amit ők megrendeltek, az önkénteseinkkel úgymond kosarakba rendezzük nekik. Tehát nagyon régi múltra tekintenek vissza a kosárközösségek, mi a nyíregyházi példán csináltuk meg a mi közösségünket, a nyíregyházi az már több mint 10 éves, tehát így volt tapasztalat, hogy tudtunk iktől segítséget kérni. Nehéz volt termelőket találni itt a közelben? Ez olyan érdekes dolog, mert voltak olyanok, akik nagyon hamar a partnereink lettek, és voltak olyan élelmiszerek, amiből nagyon sok partnerünk lett hamar, viszont volt olyan fajta élelmiszer, amit meg úgy kellett vadásznunk, és csak pár hónapja került fel a palettára. Melyik voltak azok, amikből több volt, és melyik az, amikből nem? Mézesünk van nagyon sok, ami nagyon érdekes. Illetve most egy-két zöldségesünk is van, tehát ez a paradicsom paprika, de ennek örülünk, mert így legalább szép színes a kínálat mind a kettő fajta termékből, illetve nagyon nehezen füstöltárust találtunk, az volt a legnehezebb, de van egy fix füstöltárusunk is most. Milyen termékek vannak még a palettán az előbb felsoroltakon kívül? Van pékáru, végig gondolom sorban. Vannak textileseink, ahol például ilyen kenyeres zsákokat lehet kapni, ami nagyon klassz ezekhez a házi kenyerekhez. Akkor vannak a pékáruk, akik, a pékeink, akik
nem élesztős, hanem kovászos kenyereket készítenek, illetve vannak nekik péksüteményeik is. Van több olyan termelőnk, akik feldolgozott élelmiszereket csinálnak, tehát ezek a lekvár, ivólevek, muster, csatni, ilyesmiket. Akkor az alapélelmiszer, az arab zöldségeseink vannak, tehát ami hagyma, krumpli, répa, paradicsom, paprika, uborka. Akkor van olyan termelőnk, aki készít például tésztát, szerasz tésztát. Vannak gyümölcsösök, most jött a dinnye, van füge, ugye, még gondolom, volt szeder, fekete szeder is, meg volt egy ribizli akciónk is. Akkor most lett a kukorica, van két sajtosunk, két tehén sajtosunk. Hát nem is tudom most így hirtelen. Ott van joghurt is. Nekem is bele kéne, hanem fűszerek, bocsánat, ezt teljes mértékben kihagytam. Van egy termelőnk, aki csak fűszerekkel foglalkozik, illetve aromavizekkel. Hány kilométerre van a legtávolabbi kereskedő, illetve van-e olyan, hogy egy-egy ilyen bevásárló kosár közösségbe mennyi lehet a legtávolabbi termelő, ahonnan árut tudtok beszerezni? Ezt alapvetően mi határoztuk meg, tehát minden kosár közösség eldönti, hogy milyen széles körben keres termelőket, illetve a termelőnek is függ, hogy milyen, tehát hogy mennyit kell utaznia a termékkel. Tehát nem túl jó, hogyha mondjuk sokat kell mennie, mert akkor neki sem fogja megérni ez a dolog. Úgyhogy mi az 50 kilométert határoztuk meg, de nincsenek ennyire messze. Borjádról van, majsról, somberekről, meg tényleg így a környékről, Szigetből vannak többen, Dunafalváról, tehát így tényleg Mohácsnak a közvetlen környezetéből vannak szerencsére a termelőink. Azt említetted az elején, hogy 50 átadó napon túl vagytok már. Vevőket könnyebb volt találni akkor ezek szerint? Ez megint egy nagyon érdekes dolog, mert tök sokan lelkesedtek azért, hogy kosárközösség, helyi termékek. Érdekes módon a programban több mint 170 regisztrált vásárló van, de hogy mégis azt mutatja, hogy mégsem tud ekkora lenni a vásárlói közösség, mert átlagosan hetente egy húscsaládot szolgálunk ki. Vevőt szerezni a lehető legnehezebb, azért, mert az emberek nagyon nehezen változtatják meg a szokásaikat, tehát hiába tudja, vagy így jön neki az nagy ötlet, hogy igen, ez nagyon klassz kezdeményezés, és ő is szeretne benne részt venni, de hogy ugye tudjuk, hogy nagyon könnyen elszaladnak velünk a hétköznapok, és akkor eltelik egy hónap, két hónap, és így elfelejtődik. Úgyhogy abban van nekünk nagyon nagy munkánk, hogy próbáljuk emlékeztetni az embereket arra, hogy van ez a lehetőség, és hogy közel tudjuk hozzájuk juttatni, hogy nekik is kényelmes legyen, hogy itt vásárolnak be nálunk. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a szokások változtatása, hogy hetente egyszer leadják a rendelést, és akkor ti ezt a következő héten hozzátok, vagy hogyan működik ez? Úgy működik, hogy szerdától lehet rendelni, szerdától következő hét hétfő évfélig van nyitva a rendelősi felület, addig bármikor lehet a kosárba rakni árut, meg kivenni belőle. Szerda éjfélkor, vagy hétfő éjfélkor zár le a rendszer, kedden kap mindenki értesítő e-mailt, hogy mi volt a kosárba, a vásárlók is, illetve a termelők is, hogy mit rendeltek tőlük, ezért a keddet egy úgynevezett előkészítő napnak tartjuk, és akkor a szerdai nap az átvétel és az átadás, délelőtt behozzák a termelők az árukat, és délután jöhetnek az összekészített csomagokért a vásárlók. És mi a helyzet télen? Amikor nincsenek zöldségek, ugye idén gyümölcs, amikor más, a boltokba is más országokból hozzák a gyümölcsöket, zöldségeket. Hát igen, a szezonitással mindenképpen számolni kell, de hát akkor jobban ott vannak a feldolgozott termékek. Tehát szerintem nagyon kikopott az emberek étrendjéből a savanyúság például, vagy a tényleg a csatné is egy nagyon klassz dolog, vagy a lekvárok, hát akkor télen akkor ezt kell enni, illetve hát van alma, meg vannak olyan gyümölcsök, zöldségek, amik elállnak télen is, illetve megtalálhatók télen is a kosárba. Cékla például, az egy nagyon gyakori dolog télen, amit vásárolnak. Az itt vásárolt termékek drágában jutnak-e el a vevőkhöz, mint például a különböző áruházakból? Ez régen így volt, és sajnos még most is ez a beidegződés az emberekbe, hogy azt gondolják, hogy a kistermelői termékek sokkal drágábbak, mint a boltban kaphatóak. Természetesen van erre precedens, hogy van, ami olcsóbb a boltban, de
hogyha mostanában elmegyünk a boltba, és megnézzük az árakat, az a tapasztalat, hogy majd nem a boltba drágább a nagy termelésből származó élelmiszer, mint amit a kis termelő házi készítéssel hoz, sokkal kevesebb adalékanyagokkal, vagy adalékanyagok nélkül. Úgyhogy azt gondolom, hogy manapság már ez nem állja meg a helyét, mindenképpen versenyképes árakkal dolgoznak a kis termelők is. Hogyha most ez egy ilyen vevő-toborzó kis riport lenne, akkor mit üzennél, mit ajánlanál azoknak, akik még ezt nem próbálták, hezitálnak, de félnek is tőle? Hát egészen nyugodtan meg lehet minket keresni, vagy ránk keresni a Facebookon, vagy a weboldalunkra, van blogunk, nagyon szívesen mesélünk is róla. Nem kötelező elsőre vásárolni, be lehet jönni, megnézni, hogy ezek hogy néznek ki, milyen termékek vannak, vagy hogyha nem megy a regisztráció, vagy valamit nem találnak. Van erre egy kis csapat önkéntesünk, akik ezeket segítenek kezelni az ilyen szituációkat. Úgyhogy mi nem akarunk senkire se semmit se tuknálni, hanem tényleg jöjjön be, nézze meg, próbálja ki, és akkor utána lehet elköteleződni, hogyha talált olyat, ami neki megfelelő. Sokszor hoznak be a termelők kóstolót is, úgyhogy ezt is meg szoktuk hirdetni, mikor kóstolásra van lehetőség. Ugye most ezért csináltunk egy nagy kóstolóasztalt most is, hiszen anélkül az ember hogy tudja eldönteni, hogy ez megfelelő-e a számára. Most az egyéves évfordulót ünneplitek, vagy tartjátok. Mi lesz a mai program? Hát a mai program az úgy alakul, hogy még várjuk a termelőket, meg majd jönnek lassan átvenni a csomagokat a vásárlók, de azon kívül lesz egy kis kerekasztal beszélgetés arról, hogy mi is ez a kosárközösség, meg hogy kinek milyen gondolatai vannak ezzel kapcsolatban, van-e itt jövője Mohácson. Lesz egy kis díjátadó, mert szeretnénk a vásárlóinkból azokat díjazni, akik a legtöbbször vásároltak tőlünk, illetve az önkénteseinket is, aki a legtöbbet segített nekünk. Ezt mi szeretnénk egy kis figyelmességgel honorálni. Lesz egy kis zene, citera játékát hallhatjuk majd itt a Pirgül ifjúnak. És lesz egy előadás is délután, egy kis permakultúrás előadásra lehet becsatlakozni 5-től 6 óráig. A mohácsi kosár bevásárló közösség önkéntesei, maguk is gazdálkodók vagy termelők, illetve munka mellett köteleződtek el a helyi termékek népszerűsítése, a gazdák és vásárlók egymásra találása mellett. Tevékenységükről, a vásárlás menetéről a www.mohacsikosarbevásarloközösség.hu oldalon, a közösségi média felületen lehet olvasni, illetve személyesen is állnak az érdeklődők rendelkezésére. Városunk augusztusi nagy rendezvényeinek sorát a hónap elején a Mohácsi Sokacok olvasókörének nemzetközi hírű babfőző fesztiválja nyitja, majd hónap közepén kezdődik a közönség kedvence, a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál egy kis változtatással, és idén egy érdekes program részesei is lehetünk augusztus 27-én. A részletekről Bőz Gábort, az önkormányzat munkatársát kérdeztük. Az augusztusi városi nagyrendezvények sorában a babfőző mellett a Nemzetközi Néptáncfesztivál, az augusztus 20-ai államalapítási ünnepség, kitüntetések átadása és a Mohácsi csata évfordulós rendezvényei is megtalálhatók. Az idei évben augusztus 16-a és 19-e között kerül megrendezésre, immár 26. alkalommal a Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztivál. Az idei év egy kicsit különleges, az első napon 16-án a Mohács Nemzetiségi Néptánc Együttes tartja az 50 éves jubileumi estjét, ez az egész este róluk fog szólni, majd az ezt követő két napon, 17-én és 18-án mutatkoznak be a helyi, hazai és a külföldi együttesek, így színpadra lép az Zora Néptánc Együttes, Magyarországról még a Kiskörös Néptánc Együttest látjuk vendégül, illetve Pécsről a Kelipeske Rom nevezetű táncegyüttest, valamint külföldről érkeznek vendégek Indonéziából, Indiából és Lengyelországból is. A 19-i nap pedig a fő nap a Gála műsornak a napja, ilyenkor este 7:30-kor a Művészeti Iskola udvaráról indul egy felvonulás, a fő utcán keresztül a Deák térre, majd este 8 órától a Deák téren pedig egy gála műsorral zárul a fesztivál, és azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy minden este táncház várja az érdeklődőket. A bemutató napokon a Kertmozi udvarán, a műsorok után
kezdődnek a táncszázak, amelyet az aktuális fellépő együttesek adnak. 19-én pedig itt a Deák téren lesz a gála műsor után egy táncszáz, ahol Agatics Krunoszláv Kítyó és zenésztársai tartanak majd táncszázat. Aztán a Néptáncfesztivál gála műsora után másnap városi rendezvény lesz. Így van, augusztus 20-án délután 4 órakor lesz a Városháza dísztermében az ünnepi testületi ülés, melynek keretében kiosztásra kerülnek a városi díjak a különböző díjazottak részére. Ezt követően pedig 18 órától a Fogadalmi Emléktemplomban lesz ünnepi szentmise és kenyérszentelés. Aztán augusztus végén, ugye 29-éhez, a Mohácsi csata napjához köthetően lesznek városi rendezvények, és lesz egy különleges rendezvény is, ami idén először mutatkozik meg Mohácson. Így van, augusztus 27-én vasárnap délután Mohács főterére érkezik az első Báta Mohács lovagi zarándoklat. A középkori zarándok útvonalon, ahogy a csata előtt is Bátán tartottak még egy szentmisét 1526-ban, és a középkori útvonalon indultak a csata helyszínére a harcosok. Most pedig ugyanezen az útvonal mentén augusztus 27-én reggel Bátán lesz egy szentmise, majd a középkori egykori földes utakon lezarándokolnak Mohácsra, és itt Mohács főterén pedig különböző lovagi bemutatók lesznek, lesz ünnepi szentmise, különböző középkori zenét játszó zenekaroknak a koncertje, így a Keleti Szél és a Misztrálnak lesz koncertje, valamint erre az alkalomra készítettek egy 4 méter magas feszületet, mely itt lesz megáldva a szentmise végén, és ez is körbe lesz víve a Széchenyi téren, és be lesz mutatva az érdeklődőknek. Azért 27-én vasárnap délelőtt azért itt Mohácson megemlékezünk a csata áldozatairól. Így van, 27-én 10 órakor lesz egy ünnepi szentmise a Fogadalmi Emléktemplomban, és ezt követően körülbelül 11 órától pedig a templom mellett lévő II. Lajos szobornál koszorúznak a város különböző intézményei és civil szervezetei. Az augusztus, azt hiszem, hogy ebben le is zárhatjuk. Szeptemberre van-e már valamilyen előzetes, lehet-e valamivel csalogatni a mohácsiakat? Igen, mindjárt szeptember legelejét ragadnám meg. Szeptember 2-án szombaton kerül megrendezésre 2. alkalommal a Nemzetiségi Vásár a főtéren, ahol a mohácsi horvát, szerb, német és roma önkormányzat, valamint a mohácsi polgárok olvasóköre közös szervezésében valósul meg egy nagyszabású bemutatkozás. A nemzetiségek különböző helyet foglalnak el ilyenkor a város főterén, és gyakorlatilag egy egész napos programkavalkád fogadja őket délután 1 órától hajnali egészen 14:30-ig. Lesz ünnepi szentmise, lesznek különböző kitelepülések, néptáncműsor, folklórműsor, este pedig nemzetiségi utcabálok. Augusztus 1-i hatállyal személyi és területi változtatásokat rendelt el a Pécsi Egyházmegyében Felföldi László megyés püspök. Az átszervezés városunk plébánia hivatalát is érintette. Fekete Zoltán káplántól július 30-án köszöntek el a hívek, ő Pécsre került, új káplánként pedig Berec Tibor érkezett a mohácsi plébániára. Berec Tibor, a mohácsi plébánia új káplánja, augusztus 13-án vasárnap tartotta bemutatkozó miséjét a Fogadalmi templomban. A mosolygós, nyílt tekintetű fiatal káplánt a hívek és a mohácsi római katolikus tanácsadó testület nevében dr. Bajnóczi Pál köszöntötte. Kedves Tibor atya, a mohácsi római katolikus plébánia tanácsadó testülete, meg a mohácsi és a filiákban lakó hívek, és a magam nevében is sok szeretettel üdvözöllek, újfent, mert már a 7:30-as misén egyszer üdvözöltelek, és ott is elmondtam azt, hogy nagy szeretettel vártunk téged, és hálát adunk a Jóistennek azért is, hogy jöttél, meg főleg azért, hogy ezt a hivatást megkaptad, és talán bele se gondolunk sokszor, hogy mekkora nagy kegyelem az, mekkora csodálatos dolog az a Jóistennél, hogy vannak papjaink, akik a szentmise áldozatot be tudják mutatni, és ezáltal, vagy ezen keresztül közelebb tudnak bennünket vinni a Jóistenhez, illetve
illetve a lelkünket felemelik, és azt a csodálatos szentséget ki tudják szolgáltatni, ami most is megtörtént ez alatt a szentmise alatt. Ezt nagyon köszönjük a Jóistennek is, meg köszönjük neked is, hogy ezt a hivatást, ezt a küldetést elvállaltad. Persze már több éve, amint elmondtad itt a bemutatkozás, az fél nyolcas bemutatkozásban, hogy már 7 éve is pap vagy, és de hogy mi belőled most kapunk egy kis ízelítőt, egy pár évre reméljük, és hát gyakorlatilag nem tudunk semmiféle könnyű napokat, heteket, hónapokat, éveket ígérni, de hát ezt szerintem már valamennyien megtudtuk a születésünk pillanatától, hogy erre senki nem tett ígéretet, mi sem próbálkozunk megígérni ilyesmit, viszont azt ígérjük, hogy nagy szeretettel fogadunk, és hogy ez a Mohács városa, illetve a környékbeli népek nagyon nyitott, befogadó emberek, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e már, de ez a helyzet. Én megtapasztaltam, amikor ide jöttem élni, és én azt gondolom, hogy neked is hasonlóan jó élményekben lesz részed. Mi rajta leszünk, én azt gondolom, ezen a dolgon, úgyhogy szeretettel látunk otthonainkban is, ugyanúgy, ahogy a közösségi terekben, és reméljük, hogy te magad is jól fogod érezni magadat, illetve hogy mi is majd épülünk mind a te lelkiségedből, az elkötelezettségedből, a szeretetedből, illetve a tudásodból. És köszönjük szépen a mai szentmisét is. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a szentmise áldozatot bemutattad. Magadért is, értünk is, és az egész egyházért, az egész emberiségért. Én hoztam egy kis a közösség nevében egy újabb ajándékzacskót, mert már fél nyolckor is kaptál egyet, de ezt is szeretettel nyújtjuk át, és hát most lelövöm azt a poént, amit a Tibor atya mondott reggel, úgyhogy most egy újat kell kitalálnia, hogy azt mondta, hogy ha már az első nap ilyen ajándékot kap, akkor mi lesz utána? Hát itt még nagyon sok mindenre lehet számítani, nagyon sok jóra. Úgyhogy a munkádhoz sok kitartást, erőt, sok szeretetet kívánunk, és hogyha bármi kell, akkor fordulj hozzánk bizalommal. És mi is azzal a bizalommal fordulunk feléd. Isten hozott. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat. Ja, már a fél nyolcas misén is volt a hasonlóban részem. Hálás vagyok azért, hogy itt lehetek önöknél. Hát néhány szót magamról, de csak tényleg néhányat. Berecz Tibor vagyok, Tolna megyéből, Szakadátról származom, Gyönk mellett van Szakadát, Gyönkre jártam általános iskolába, aztán Pécsre középiskolába, és aztán középiskola után már készültem a papságra. A papi szolgálataimat, még a diakónusi gyakorlatomat is Pécsen végeztem, különböző plébániákon, de Pécs városán belül, úgyhogy azért életemből már 10 évet Pécsen töltöttem, úgyhogy ez majdnem a harmada, úgyhogy azért kötődöm Pécshez is, de nagyon nyitott vagyok, és nagyon várom itt a mohácsi időszakot, és hát néhány arcot már innen-onnan ismerek. Ugye a Nagy Lajos gimnáziumban is voltam 4 évig iskolalelkész, úgyhogy kaptam második 4 évet, ennek is nagyon örülök, de ide is nyitott szívvel érkeztem, és tényleg hát sok jót hallottam már én is, úgyhogy ezáltal még könnyebb volt nyitott szívvel jönni, de amúgy is azt gondolom, hogy nyitott szívvel jöttem, úgyhogy majd megismerjük egymást. Középiskolai tanulmányait a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában végezte. Érettségi után jelentkezett a pécsi egyházmegye papnövendékei közé. Teológiai tanulmányait Rómában végezte. Pappá 2016-ban szentelték. Tanulmányai befejeztével 2018. augusztusától Pécsen kezdte meg a szolgálatát. Először a Jézus szíve plébánián, majd 1 évvel később a székesegyházi plébánián káplánként. Mellette ifjúsági referens volt, valamint a Nagy Lajos gimnázium iskola lelkésze. Részt vett a pécsi katifi életében, mint lelkivezető.
Sokan ismerhetik őt az ágostoni esti hatos mise, a tettyei ifjúsági passió, Mária Gyűdi ifjúsági találkozó, vagy sok más pécsi katolikus ifjúsági program kapcsán. Római tanulmányai során elsajátította az olasz nyelvet, de mellette ért németül és horvátul. Sikeres bajnokságot tudhat maga mögött az MTE 1888 női kézilabda szakosztálya. Mindhárom csapat, a felnőtt, a serdülő és az ifi is igen előkelő helyezéssel zárta a tavalyi szezont. A nyár sem telt el tétlenül, hiszen a szokásos kézilabda tábor és közös programok szervezésén túl edzőtáborozás és új sportpadló is várta a lányokat. Az új 2023-2024-es bajnokság kezdete előtt a felkészülési időszak közben kérdeztük Kindlő Gabriellát, a női felnőtt kézilabda csapat edzőjét az elmúlt bajnokság sikerességéről, új távlatokról és az új sportpadlóról. Azt hiszem, nagyon eredményesen zárta a Mohácsi TE 1888 női kézilabda szakága szakosztálya a 2022-2023-as bajnokságot, hiszen mind a három csapat, a felnőtt és a serdülő is, és az ifi is igencsak előkelő helyen végzett. Ez így van, azt hiszem, hogy mindenképpen egy sikeres év volt, külön kiemelném a tavalyi évben az ifi és a serdülő csapatnak az eredményét. Sajnos az ifi csapatunk nem kaphatta meg azt az elismerést, mint amit érdemelt volna, hiszen tavaly nem vártan a kínai válogatott külön engedélye becsatlakozott a magyar bajnokságban, és hát azért ez egy kicsit a kezdetekben másként nézett ki, arról volt szó, hogy ők versenyen kívül indulnak, de azt hiszem, hogy méltán büszkeséggel mondhatom, hogy a serdülő csapat győzelme mellett az ifi csapat az első legjobb magyar csapatként végül a Kína mögött másodikként fejezte be a bajnokságot, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenképpen sokat beszél arról, hogy hol tart ma az utánpótlás nevelés itt Mohácson. Azt gondolom, hogy 2,5 évvel ezelőtt, amikor hazajöttem, igazából egy kicsit le is ültünk erről az akkori szakvezetéssel beszélni, hogy mi lenne a jövendőbeli cél és legfontosabb cél a város és a klub és a mohácsi kézilabda életében, és mindenképpen azt tűztük ki elsődleges célnak, hogy a hazai utánpótlásba, az itteni gyerekekbe sokkal több energiát fektessünk bele, és hogy minél pozitívabban és minél magasabb színvonalon dolgozzunk velük. Természetesen a felnőtt csapat eredményeit sem elhanyagolva, de mindig igyekszünk egy kis egyensúlyt találni a kettő között. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a mostani serdülő és ifi csapat játékosaiból esetleg simán ki tudjuk rakni majd a felnőtt csapatnak, a jövőbeni felnőtt csapatnak a tagjait. Ezen dolgozunk, igazából már egy teljes éve. Én amióta idejöttem, nem egy szezonra terveztem, se az érkezésemmel kapcsolatban, se a játékosoknak és a csapat életének a felépítésével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a felnőtt csapatnak a tavalyi eredménye, ugyan nem nyertük meg az NB1-B-s bajnokságot, de kaptunk felkérést arra, hogy szerepeljünk a következő szezonban az NB1-B-ben. Nagyon szerettem volna, és nagyon szerettük volna, viszont igyekeztünk a realitás talaján maradni. Tehát ahhoz, hogy ezek az ügyes fiatalok, akik igenis a mai serdülő és ifi csapatunkból már tavaly bekapcsolásra kerültek a felnőtt edzésekbe is, és a mérkőzésekbe is, hiszen a felnőtt csapathoz való felnövés, az nem úgy néz ki, hogy betölti az ember a 18-at, és jó, akkor most beléptem, és a felnőttek között játszok. Én azt gondolom, hogy igyekeztem megteremteni nekik egy olyan közeget, nyilván a felnőtt idősebb játékosoknak a segítségével, akik nagyon-nagyon jó hozzáállással fogadták őket. A gyerekek megérdemelték azt, hogy elkezdtek velünk edzeni hetente egyszer-kétszer, valamint a tavaszi szezonban igazából az összes hazai mérkőzésen,
akinek csak tudtam, játék lehetőséget adtam, és ez volt az első lépés afelé, hogy a jövő évben ezt tovább építsük, hiszen rájuk alapozva is, lehet, hogy egy kicsit meglepő a szám, hogyha a mai napig, a héten csatlakoztak be hozzánk egy kicsit a fiatalok, eddig nyilván a saját korosztályukkal a saját felkészülésüket csinálták, így a felnőtt edzéseken 11-en voltunk, ebből 9 darab mezőnyjátékos és 2 kapus. Viszont ha a gyerekeket hozzákapcsoljuk ehhez, akkor kapunk egy teljes 18-as keretet. Ez volt igazából a kérdés a tavalyi évben, hogy a 9 felnőtt mezőnyjátékos nyilván nem egy elegendő játékos anyag ahhoz, hogy NB1-B-t tudjunk vállalni. Ebbe elég egyetlen egyszer beleszállnia egy, nem tudom, egy betegségnek, 2-3-an nincsenek, onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy egy kicsit komolytalan lett volna. Viszont ha igazolunk felnőtt játékost, akit nem mi neveltünk, akkor elvesszük a gyerekek elől a lehetőséget, úgyhogy igazából ez az év egy ilyen, hát kicsit kompromisszum év a felnőtteknek, egy kicsit azt gondolom, hogy még egy segítő év a gyerekeknek, mert ahhoz, hogy tudjunk rájuk számítani az NB1-B-ben, ahhoz úgy gondolom, hogy nem csak ilyen részfeladatokat és könnyű szituációba beküldve őket a pályára, amit tavaly kaptak természetesen az életkoruknak megfelelően, ezt idén abszolút fel fogjuk emelni arra a szintre, hogy ő is ténylegesen teljes értékű csapattagok, és igenis lesznek olyan szituációkban a mérkőzéseken, amikor nekik kell megoldani. Úgyhogy nagyon remélem, hogy úgy fognak hozzáállni, mint a tavaly évben az ifjúsági és a serdülő bajnoksághoz, és hogy ez rájuk sem teherként fog nehezedni, hanem inkább kitűzött célként fogják azt megélni, hogy fel szeretnénk kerülni az NB1-B-be, viszont ezt szeretnénk a saját játékosainkkal, a mohácsi játékosainkkal, néha nehéz szembesülni egy kicsit talán a realitással, hogy reális-e egy ilyen kicsi városból azért 16-8 felnőtt játékost kinevelni, akik NB1-B szintűek, és adott esetben, ha ügyesek, akkor nem mennek el máshová. Ez egy nagyon nehéz egyensúlykeresés, de mindenképpen igyekezni fogunk továbbra is ezt az útvonalat követni. Mindezek ellenére azért megkérdezem, hogy van-e új igazolt játékos, vagy lesz-e ebben a bajnokságban igazolt új játékos, és volt-e távozó? Igen, távozók sajnos többen voltak, igazából a tavalyi év végén én egy kicsit komolyabban elbeszélgettem a lányokkal arról, hogy hiába NB2 az, ahol játszottunk ebbe a szezonban, ha szeretnénk, hogy az legyen a cél, akkor igenis a kézilabdának előrébb kell kerülnie, és megkértem őket, hogy mindenki nézze meg, hogy belefér-e az az életébe, hiszen nálunk profi játékos nincsen. Tehát minden egyes játékosunk vagy dolgozik a kézilabda mellett, vagy pedig egyetemre jár, és hát nem egyszerű a helyzetem, amikor természetesen támogatjuk azt, hogy egyetemre menjenek, és rendkívül büszke vagyok arra, hogy itt mennyi okos, szép és ügyes lány van Mohácson, hiszen senki nem kószál csak itt céltalanul az utcán, de elég nehéz igazodni ahhoz, hogy akár van mérkőzés szezon, akár nincs. Rengetegszer van olyan, hogy nem tudunk jönni az edzésre, mert az egyetemen előadás van este 8-ig. Vannak rengeteg olyan nap van, amikor úgy esnek be edzésről, hogy reggel 8-tól délután 6-ig ott volt, vagy 5 óráig, mire hazaérnek Pécsről, addigra, hát nem tudom, szerintem mindenki egy kicsit beleképzelheti magát abba a szerepbe, hogy azért 10 órát ott ülni a suliba, utazni egyet, és utána megjelenni az edzésen. Nem biztos, hogy az az eredmény, vagy az a mutatott játék és gyakorlás van az edzésen. Ehhez nekem nem volt könnyű személy szerint alkalmazkodni, viszont a lányoktól meg azt vártam, hogy az a kevés edzés szám, amink van, hiszen naponta csak egyet edzünk, és mivel tavaly se voltunk túl sokan, azért ez nem egy hosszú edzés, azon az edzésen, azon az 1,25 órán, ritkán másfélen, amit itt eltöltünk esténként együtt, azon az időponton én maximális hozzáállást kértem tőlük, és hát igazából többen egy kicsit átértékelve ezt, belátták, hogy azért az a típusú egyetem, amire járnak, meg ez a típusú elvárás tőlem, és nyilván a szakosztálytól és a lányoktól, akikkel együtt vannak az öltözőben, ez nem biztos, hogy össze fog férni. Úgyhogy igazából 3-an abba hagyták, akik mohácsiak voltak, és itt jön egy kicsit vissza a realitás kérdése, hogy szeretnénk a mohácsiakból csapatot építeni, de van, amikor mindaz, amit tőlünk kaphatnak, nem egyezik azzal, amit ők szeretnének, vagy képzelnek el az életbe. Úgyhogy így Szidonya, Emese Policsek, Rebeka és Dömse Zita abba hagyták végül a kézilabdát. Úgyhogy iskola-munka, valakinek egy, valakinek mind a kettő lesz, úgyhogy mindenképpen szeretnék további sok sikert kívánni nekik.
mi pedig itt maradtunk abba a szituációba, hogy hát azért volt három távozónk, nyilván posztok szerint a gyerekeket beépítve, ahol nagyon nagy hiány maradt, és a Rebitől sajnos egy kicsit későn is tudtuk azt meg, hogy mégsem fogja folytatni nálunk a kézilabdát, sőt abba fogja hagyni a kézilabdát. Ez már június eleje volt, hát nem voltunk egyszerű helyzetbe, de végül a sors úgy hozta, hogy egy fiatal Michelinből igazolt játékosunk, viszont aki szintén mohácsi, hiszen próbáljuk ezt ténylegesen arra a vonalra építeni, hogy ne csak a kézilabda miatt kötődjenek ide a játékosok, akik ide érkeznek, hanem maga az élet miatt, a család miatt. Ez azt hiszem, hogy mindig egy ilyen kicsit közelebbi pont. Úgyhogy így végül júniusban mind a kettőnk örömére Fredrik Dorina fog csatlakozni. Ő eddig Michelinben játszott, sőt most már 10 évet, talán azt hiszem 10-et el is töltött Michelinben. Tavaly nem kapott olyan sok játék lehetőséget. Idén iskolát vált, csapatot szeretett volna váltani, úgyhogy nagyon jó időben találkoztunk, hogy azt mondjam. És tényleg visszajött egy kis reménysugár, hogy a Háner Dorit nem fogjuk egyedül hagyni a beállós poszton. Természetesen az ifiből is van játékos, aki szintén bevethető ezen a poszton, de soha nem egyszerű két bajnokságot egyszerre vinni, úgyhogy mindenképpen ez itt egy üres pont volt, amit sikerült megoldani. Annyit mondhatok ebből az első hónap közös munkájából, hogy nekem személy szerint nagyon tetszett a Dorinának a hozzáállása, ahogy küzd a mérkőzéseken, biztos, hogy kelleni fog idő ahhoz, hogy beépüljön, viszont igazából ő lesz az egyetlen új játékosunk, és az előbb a távozóknál nem említettem meg Horváth Bíborka, ugye egy balkezes, aki tavaly jött hozzánk Orosházáról, szintén hát június közepén jelentette, hogy mégsem marad nálunk, hanem visszamegy Orosházára. Erre már nem tudtunk megoldást találni, de azt gondolom, hogy a nem vártan nehéz helyzet ellenére is, a tényleg rengeteg ügyes fiatallal, akiket az itteni edzők igazából erre a korosztályra, azt hiszem mondhatom szinte egyedül, hiszen évek óta ő viszi őket, Kaló Zsófi, akinek köszönhető az, hogy per pillanat vannak ilyen ügyes gyerekek, akiket igenis érdemes bekapcsolni a felnőtt csapatnak a játékába. Én meg talán azért is, mert én is voltam ugye ebbe a szituba, én egy kicsit másként éltem meg az én koromban, még a történelem előtti is volt a mai világban már. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó az, hogyha nem tesszük félre a gyerekeket, akikkel nem tudom, 6-8-10 éven keresztül dolgoztunk, azért, mert nem kész játékosok a felnőttre. Úgyhogy én az elejétől fogva kész voltam lehetőséget adni a játékosoknak, és ugyanez volt igazából a mostani távozóinkkal is, hogy az edző hozzáállásától függően lehetett volna, hogy azt mondom, hogy ne hülyéskedjetek NB1-B-t, ők még gyerekek, semmi játéktapasztalatuk. Én nem gondoltam, hogy ez lenne az az út, amit követni kéne. Azt gondolom, hogy jelentős előrelépést és nagyon sok rutint szereztek a most távozó itteni gyerekeink is. Sajnos nem éltek ezzel a lehetőséggel hosszú távon, viszont a mostani időben becsatlakozó korosztálynak szintén nagyon jó esélyeik vannak, és egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon jó hozzáállásuk is. Remélem, hogyha egy év múlva beszélgetünk, akkor hasonlóakat fogok tudni mondani, és nem fogy el a lelkesedés útközben. A sportcsarnok nyáron egy felújításon esett át, méghozzá a pálya, ahol a kézisek ugye játszanak, lekerült a zöld műanyag pálya, felújult, megújult, egy úgynevezett sportpadlót kapott. Milyen ezen játszani, milyen ezen alapozni, egyáltalán dolgozni? Azt hiszem, hogy fantasztikus. Igazából akik hosszú évek óta itt játszanak, valószínűleg megszokták az előző talajt, de teljesen más egy olyan típusú kemény talajon játszani hosszú éveken keresztül, és egy ilyen ténylegesen fantasztikusan elkészült sportparkettán. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő generációknak is a sportban eltöltött éveit meg tudja majd hosszabbítani, hiszen sokkal kisebb terhelés megy a térdekre, az ízületekre, úgyhogy nagyon gyorsan és nagyon fantasztikusan csinálták meg ezt a csarnokot. Borzasztó jó érzés volt ide bejönni, sőt most mintha egy kicsit tágasabb is lenne, hiszen nincsen színkülönbség, úgyhogy nagyon remélem, hogy a lányok nem sokára abszolút pozitívan fognak bemutatkozni ezen a pályán. Most már hát lassan egy hónapja, de bő 3 hete mindenképpen folynak az edzések, hiszen július 24-én kezdtük az idei alapozást. Hál' Istennek sérülés egy sem történt eddig, úgyhogy azt hiszem, hogy egyelőre jó bizonyít, és remélem, hogy boldog mosoly lesz a lányok arcán is, és ők is értékelik azt, hogy igazából milyen közeg van most itt.
itt a sportcsarnokba. A szurkolók részéről meg remélem, hogy rengeteg pozitív élmény lesz a mostani megújult csarnokban. Most egy kicsit térjünk át arra, hogy 2022. októberében meghirdettétek azt, hogy fiú kézilabda indul. Beváltotta-e hozzá fűzött reményeket? Hú, jó kérdés. Annyit mondanék előjáróba, hogy azt szerintem még nem tudjuk, hogy beváltotta-e hozzá fűzött reményeket. Igazából a kezdeményezés szerintem több éve fent állt, vagy a gondolkodás arról, hogy legyen-e fiú kézilabda, vagy ne legyen. Tényleg nem egyszerű, hiszen ez egy kisváros. A gyerekek száma véges, hogy úgy mondjam, és azt hiszem, hogy talán volt egy ilyen kompromisszum az előző években, hogy ne legyen női foci, akkor ne legyen fiú kézi. Igazából itt volt, mivel ugye a lényegesebb csapatsportokat kell górcső alá venni. Engem nagyon sokan, azt hiszem talán 2 évvel ezelőtt a Deák téren volt egy ilyen sportnap, ahol az MTN-nek az összes sportágát képviseltettük, és lehet egy edzésgyakorlatokat csinálni, aki nem volt sportoló, végigcsinálni, megnézni, egy kicsit beszélgetni róla. Én azt hiszem, hogy ezen a sportnapon és ezután a sportnap után legalább 50 megállítást kaptam a városban, és ott, hogy fiúktól, és miért nincs, és szeretnének. Igazából legtöbbször nem azzal ütközött, hogy foci és kézilabda, hanem hát a szülőknek a hozzáállása, a gyerekek és más, de saját magamból kiindulva is mondhatom, hogy Európa-bajnok kézilabdázó lettem. A fociba szerintem a kispadot sem elegíthettem volna sose. Sajnos nem olyan ügyes a lábam, mint amilyen a kezem volt, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy ez a két sport ütni egymást. Sőt, hogyha hozzánk lányok jönnek, és akik esetleg ügyesebbek lábbal, hiszen focizni is szoktunk, vagy jól futnak, de nem tudom, nem annyira kemények, ami a kézilabdába kellene. Én azt gondolom, hogy itt a kézilabda szakosztálynál nyilván az egyik legnagyobb szakosztály vagyunk. Mindenképpen igyekszünk a gyerekeknek megfelelő sportot találni, hiszen nekünk nem az az érdekünk, hogy akár a fiúk, akár a lányok itt legyenek, és ne érezzék jól magukat, és ne lássák magukat ebbe hosszú távon. Tehát ha valaki esetleg nem ügyes ebbe, de nagyon jól fut, akkor tanácsoljuk, hogy menjen el atlétikára. Én azt gondolom, hogy mindenkinek a sportban meg kell találnia azt, amitől nem érzi úgy, hogy ez a sok edzés, mert igazából ez ténylegesen sok edzés és sok lemondás, ami kiteljesíti, és ezt nem lemondásnak éli meg, hanem motivációnak, abba a sportba kell menni. Úgyhogy bocsánat, hogy egy kicsit elkanyarodtam, a fiú kézire visszatérve, ahhoz képest, hogy mennyi megkeresés volt akkor, a következő évben nem tudtuk elindítani, tavaly elindítottuk. Nagyon gyerekcipőbe jár a fiúk kézi, ami egy kicsit nehezebb az évelei indulásnál, hát talán egy ilyen 10-10 fős, igazából itt nem is korosztályokra bontottuk le a fiúk kézilabdát, hanem idősebbekre és fiatalokra, vagy fiatalabbakra, viszont az év közben, hát azért azt hiszem, hogy talán terjed szájról szájra, hogy jaj, tényleg akkor Mohácson van fiúk kézilabda. Tehát azt gondolom, hogy a nehezebb szituációban az idősebb fiúk vannak, hiszen ott ténylegesen 15-16 évesen már nehéz valakit úgy bevonzani, és nem sok értelme van ahhoz, hogy egy teljes csapatot fel tudjunk állítani, aki most kezdi a kézilabdát. De vannak jó páran, akik lelkesek, most így egy edzés, egy teljes edzés év után, hogy úgy mondjam, sőt már ők is néhány hete edzenek itt a sportcsarnokba, úgyhogy mindenképpen reméljük azt, hogy közülük is lesz, aki maradni fog, esetleg lesz még becsatlakozó, de a versenyeztetés az így ezzel a pici létszámmal még egyelőre nem túl valószínű, hogy megoldható, viszont a kisebb fiúknál, ugye ugyanúgy, ahogy van U8, U9, U10, ott nagyon sokat becsatlakoztak évközben, úgyhogy szerintem az év végén már voltak olyan edzések, amikor akár 15-20-an is voltak az edzésen. Na ezzel a létszámmal, hiszen néha még egy kicsit azért nem mindennapi az, hogy edzésre járnak, van, aki jár időszakosan, de egyre többen rendszeresen, ott már a kicsikkel biztos, hogy el fogjuk kezdeni egy kicsit ezt a versenyzést is, hiszen én is versenyző voltam, tudom, hogy nem ugyanolyan csak edzésre járni, vagy mérkőzéseket játszani, az mindig egy plusz élmény. Úgyhogy nem egyszerű elindítani a nullából, mindenképpen megtettük ezt a lépést, nagyon örülök annak, hogy van rá érdeklődés, és én azt gondolom, hogy akár a szülők, akár az MTN-nek a teljes szerkezetét tekintve, én azt gondolom, hogy mindannyian akkor tehetünk a legjobbat, hogyha minden gyereknek és fiatalnak találunk egy célt,
hogy az kézilabda, kosárlabda, úszás, vagy bármi ilyesmi, de semmiképpen ne az utcán lófrálás legyen, vagy a számítógép és tévé előtt eltöltött idő, hanem jöjjenek, mozogjanak. Aki ügyesebb lesz, biztos, hogy meg fogja találni magát ebbe, hogyha mi nem tudjuk biztosítani, mi leszünk a legnagyobb szurkolók, és keresni fogunk helyet, ahol esetleg egy magasabb szintet lehet biztosítani, de azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára jó, szülőknek, gyerekeknek, az egyesületnek, úgyhogy én nagyon hiszek abba, hogy ez is tovább fog fejlődni, és évek múlva esetleg úgy beszélgethetünk majd róla, mint Hajdan a női kézilabdáról. Edi Bianca, eddigi szakosztályvezető, kérelmezte a felmentését a szakosztályvezetői tisztség alól. Ezt a funkciót július 1-től Harsányi Viktor tölti be. Mióta, hol kezdődött a kézilabda iránti szerelem, egy pár szóban, hogy bemutatkoznál? Hát amennyire szerelemnek lehet nevezni, azt gondolom, hogy ez az egész családunkra kihatott, hiszen az édesanyám, az édesapám és a bátyám is játszott magas szinten. Azt gondolom, utána én egy Kondoros nevű kisfaluból származom, ez egy alföldi település, már onnan azt gondolom, hogy az élet is megmutatta, hogy csak harccal és küzdéssel lehet eljutni bárhova. Hál' Istennek utána Szarvason folytattam a kézlabdát, utána sikerült Veszprémbe eljutni, ott majdnem 6 évet. Később külföldön is, Spanyolországban is 10 évet játszottam, a válogatottban is megfordultam. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a gyerekek, akiknek sikerül átadnom egy kicsit abból, amit én láttam, ha csak odáig eljutnak, ameddig én, akkor azt gondolom, hogy már megérte ezt az egészet csinálni. És akkor hogy találtok meg itt Mohácson? Mohácson? Hát az életnek van egy másik oldala is, a magánélet az, ami azt gondolom megint csak nagy örömre. Nekem nagyon jót tett a környezetváltás, úgyhogy nyilván a párkapcsolat miatt lett aztán ez a vége. Szakosztályvezetőként milyen tervekkel, milyen célokkal indultál neki ennek a bajnokságnak? Azt gondolom, hogy a mai világban borzasztó fontos az, hogy egy egyesület életében megmaradjon a stabilitás, és megmaradjanak azok a feltételek, meg azok a szempontok, amiket mondjuk a laikus emberek, a nézők nem látnak, viszont ahhoz, hogy működni tudjon ez az egész, ahhoz borzasztó fontos. Nyilván olyan célokat kell kitűzni mind a gyerekek, mind a felnőtt csapat számára, amik azt gondolom, hogy reálisak, és mondjuk emögé meg lehet teremteni azt a hátteret, amiben nyugodtan, biztonságosan lehet készülni és dolgozni. Ennek azt gondolom, ha csak itt szétnézünk, ez az új parketta is egy, azt gondolom, hogy a környéken nincs párja. Nyilván akik ezért sokat dolgoztak és sokat tettek, nekik is nagy köszönet jár, és remélem, hogy a gyerekeknek is tehát úgy tudják használni, hogy tudják élvezni ezt az egészet. Én a saját gyerekkoromra visszamenőleg, hát nekünk nem voltak ilyen lehetőségeink, ezt büszkén merem állítani, hogy ennek nagyon örülni kell, hogy vannak ilyen lehetőségeink. Eddig a szakmai, tehát edzői tevékenységet is végzett, most, hogy szakosztályvezető lett, ez abban marad, vagy párhuzamosan meg lehet oldani a kettőt? Meg lehet, sőt azt gondolom, hogy a serdülőcsapatnak, az U17-es csapatnak leszek az edzője az idén, a szakosztályi teendők mellett. Én ebben azt gondolom, hogy ugyanúgy kihívás. Tehát minden gyerek egy kihívás, minden év kihívás, minden korosztály és minden gyermekben azt gondolom olyan, tehát nincs két egyforma, se év, se korosztály, se gyermekben, se másba. Azt gondolom, hogy a lehetőségek adottak, úgyhogy most már a gyerekeknek is egy kicsit mögé kell állni és bizonyítani, hogy az, amit szeretnek csinálni, abban mennyire tudnak ügyesek lenni. Velebu Gabival arról is beszéltünk, hogy mindhárom csapat, a felnőtt, a serdülő és az ifjúsági csapat is nagyon előkelő helyen végzett. Most voltak edzőtáborozni Szombathelyen. Mit látott ott az edzőtáborban? Milyen reményekkel lehet útjára indítani őket ebben a bajnokságban? Ez a Szombathely edzőtábor is azt gondolom, hogy egy olyan lehetőség, ami egy a felkészülésnek az első állomásának tökéletesen megfelelt. Találkoztunk egy első osztályú csapattal, ugye azt tudjuk, hogy az ifi csapatnak nem sikerült nem a feljutás, hanem most csúnyán fogalmaznék, azt mondanám, hogy más olyan háttérbeli dolgok miatt nem lehetünk az idén első osztályú csapattal, de teljesen felvettük velük a versenyt, egy nagyon jó mérkőzést játszottak a gyerekek, úgyhogy azt gondolom, hogy ott lenne a helyünk a legjobbak között. Hát még egy picit dolgoznunk kell ebbe az idén, hogy ez esetleg a következőbe valóra válhasson. Milyen realitása lehet annak, hogy a mostani serdülőkből esetleg feljussanak a felnőtt kézilabda csapatba?
borzasztó, nehéz és hektikus, én azt gondolom, a mostani gyerekek szemével látni a világot, és ez külsőként is, akár szülőként, akár edzőként megélni. Nagyon felértékelődtek az értékrendek, nagyon más olyan dolgok fontosak a gyerekeknek, amik mondjuk a mi gyerekkorunkban nem voltak, vagy kevésbé voltak fontosak. Én most is azt gondolom, hogy csak a munkában és azzal lehet előrébb jutni, kitartással, egy kis alázattal, és akkor ezeknek a gyerekeknek is azt gondolom tárt kapukkal lehet a felnőtt csapathoz akár elérni. Nyilván ennek van még sok olyan hátulütője, vagy sok olyan más része is, amit nyilván meg kell élni majd a gyerekeknek. Munkában, kitartásban, nyilván az iskolai dolgokat is sem elfelejtve, és nyilván a szülői hátteret, ami legalább olyan fontos, mint az a munka, amit itt végzünk. Kedves nézőink, ezzel ma esti műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk jövő héten szerdán este 7 órától, addig is a viszontlátásra!